A világbajnokság miatti bajnoki szünet előtt találkozott a tabellán azonos mutatóval álló két csapat. Az első félidő igazolta a várakozásokat, fejfej mellett haladtak a felek, 30 perc játék után 13-12-re vezettek a fővárosiak. Fordulás után 4 góllal elléptek a vendégek, de a Kisvárda nem adta fel, 1 góra fel tudtak zárkózni a hazaiak, egyenlíteni azonban nem sikerült. A fáradó várdaiak ellen az MTK tartani tudta előnyét, és végül 2 góllal Golovin Vlagyimir csapata nyerte meg a találkozót. Nagyon izzados volt ez a mérkőzés. Itt szünet előtt mindkét csapat szerintem nagyon motivált volt, és tudtunk, hogy végjátékba kell majd, ha legyőzünk, vagy egy pontot szerzünk, ott dőn el a meccs. És nagyjából így is próbálkoztunk az egészet. Működött valamennyi a támadásunk, akkor jó volt a védekezés, és fordítva. A végjátékban az egy kicsit más tészta. Ott egy kicsit beleültünk itt az egészből, mert mikor tudtunk volna eldönteni mondjuk ezt a mérkőzés, akkor jöttek a hibák, és azt adta erő a Kisvárdának, hogy igenis, hogy van mit keresni, és emiatt mondom, 60 percet küzdöttünk. A hazaiak edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Ezer sebből vérzünk, és nagyon nehéz a helyzetünk, de ez nem újdonság. Én azt kell mondjam, hogy én büszke vagyok a csapatomra és a lányokra, mert gyakorlatilag mondhatom azt, hogy vért izzadtak a pályán, és az utolsó lehelletükig, az utolsó lépésig mindent megtettek a győzelemért. Az első fél időjére egy picit bosszusak lehetünk, mert nagyon sok zicsert hibáztunk, nagyon sok lehetőséget, kapufát, illetve a Barbara a kapuban nagyon jó védett. Ott úgy érzem, hogy több volt az első fél időben, és ott, ha egy kicsit pontosabbak vagyunk, akkor talán előnnyel is fordulhattunk volna, de nyilván ez már csak ha meg de. Aztán második fél időben bekövetkezett az, amit a kollégám is mondott, és tudtunk, hogy sajnos előbb-utóbb elfogyunk, és abban a tudatban, hogy gyakorlatilag hiba nélkül kell játszanunk, a belső három pozícióban, lövő irányító lövő pozícióban nem tudunk cserélni, ugye megpróbáltuk a második félben két báló játékot, ez nagyon kizsigeri a játékosainkat, lelassulunk, illetve statikusabbak leszünk. A forduló további eredményei a következők: Győr Debrecen 36-28, Vác Ferencváros 27-30, Albafehérvár Békéscseba 28-25 és Szombathely Mosonmagyaróvár 32-26. A tabella élén a Győr áll 20 ponttal, megelőzve a 16 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 7 ponttal a 10. helyen várja a folytatást. Bakó Botond együttese legközelebb december 29-én Mosonmagyaróváron lép pályára.